lesz egy 100 000 forintos egyösszegű része a rekreációs célra irányuló munkáltatói támogatásnak, ami főszabályként pénzben is kifizethető a munkavállaló számára egy közelítőleg 35%-os adóteher megfizetése mellett. Ez mind a közköltségvetési szer, mind a közszféra számára, mind a magánszféra számára elérhető lesz. Ez a 100 000 forint növelhető, de akkor már a munkáltatónak a munkabér általános adóterheit kell megfizetni, tehát ez ennek valószínűleg nem lesz nagy sikere, és ezt nem fogják a munkavállalók igénybe venni. Erre az alapra épülhet a költségvetési szervek esetén 100 000 forint, magán szférában meg további 350 000 forint adható juttatás. Ez ugyanúgy a közel 35%-os adóval lesz terhelve, és előfordulhat az az eset is, ezt a munkavállaló a maga döntésével rendelkezik erről, hogy az alapul szolgáló 100 000 forintot is átutalni kéri a szépkártyára, tehát a költségvetési szerveknél itt 100 plusz 100, tehát 200 000 forint, magánszférában pedig 100 plusz 350 000 forint, tehát 450 000 forint. Lesz maximálisan elérhető, a szépkártyának a zsebei és a zsebekhez rendelhető összegek nem változnak. Ugye ez egy adható juttatás lesz, tehát a munkáltató dönti el a saját gazdasági erejéhez igazodva, hogy mennyi összeget biztosít. Lehet többet is biztosítani, tehát költségvetési szerv a 100 plusz 100 000 forinton túl további összeget is biztosíthat, a magánszférában a cég 100 plusz 350 000 forinton túl további összeget biztosíthat, a többlet biztosított összeg viszont már 50%, közel 50%-os adóteherrel lesz terhelve. Egész egyszerűen elképzelhető az, hogy a jogalkotó bővíteni kívánja a felhasználási helyek számát, tehát mind azon célok, amik az elmúlt években a rekreációhoz, a szépkártya nyomán felhasználható helyekhez kötődtek, most ugyanilyen célra, de olyan helyeken is felhasználhatók, amelyek nem szépkártya elfogadó helyek, tehát mondjuk egy falusi turizmusban egy vendégház, aki nem vezette be a szépkártyát, itt is felhasználhat és ugyanarra a célra irányul, a rekreációs célra, illetve a nagy kérdés az az, hogy az Európai Unió tagállamaiban ez az összeg felhasználható-e, tehát mondjuk egy jövő évi síelésnél ez az összeg mondjuk a szállásba befordítható-e a munkavállaló számára, vagy mondjuk egy jövő nyári nyaraláskor, mondjuk egy horvátországi szállásba ez befordítható, ha igen, akkor ez hogyan számolható el számlával, vagy egyszerűen csak a munkavállaló szóbeli nyilatkozatára utalja át a munkáltató. Tehát bővíti, ez bővíteni látszik, vagy engedi sejtetni, hogy bővítik a kört a felhasználás céljait.